volt hely, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol kúrt a farkú malac, volt egy ország, Magyarország. Mindenük megvolt a magyaroknak, éltek is boldogan, azaz éltek volna, ha rá nem jönnek, hogy senki sem kíváncsi az ő csodálatos országukra. Hajdanában egyre másra jöttek a turisták, de ahelyett, hogy gyarapították volna az országot, inkább csak vittek belőle. Azóta is járják a mindenféle népek keresztül kasul Európát, de Magyarországon egy sem áll meg, mondván, ami itt érdekes volt, azt mások már elvitték. Összeültek hát a magyarok, hely, hogy kitalálják, mivel lehetne ide vonzani a turistákat. Széchenyi a magyar pornóipar fellendítésén fáradozott, hogy ezzel tegye világhírűvé az országot. Tervei között szerepelt Mátyás király lánya, a Fekete Sereggel, és a magyarok nagyasszonya a pápa svájci gárdájával. Sőt, még egy olyan film is eszébe jutott, amely a pulis szexet népszerűsítette volna. Ez az elképzelés azonban igen fájdalmasan kútba esett. A mentő ötlettel Jurisics Miklós állt elő. Agyába megszületett a magyar őslényeket bemutató, egész Hortobágy területét elfoglaló hely, grandiózus vízió, a Jurisics Park. Már csak az állatok voltak hátra, mesés, legendás jószágok, amelyet a magyarság magáinak mondhat. Elsőként a rettenetes, félelmetes, hétfejű sárkányt keltették életre, hely, egy ősi szúnyogból kivont DNS minta segítségével. Miután a sárkányt elhelyezték, már csak a táplálásáról kellett gondoskodniuk. Tudva levő, hogy a sárkány csak szüzeket eszik, a falu papja hely Lőrinc barát gondoskodott a betevőről, legjobb tudása szerint. A park következő lakója a csodaszarvas lett. A csodaszarvas legendás erejét a látogatók Hubertus formájában vihették magukkal. A hétszűnyű koponyányi monyok egy csereszerződés megkötése után került Magyarországra, csak úgy, mint az aranyszűrű bárány, aki korábban a Weiss család gyűjteményében szerepelt, és hely, az aranyvonat szállítmányai között került külföldre. A Mikulásról lemaradt gyermekek Dózsa Györggyel fényképezhethettek. A park hely legnagyobb projektje, Fehér Ló fiának életrekeltése volt. Egy Lipicai Kancának és Széchenyi Istvánnak a keresztezésével próbálkoztak, hisz mindenből a legjobbat akarták. Az eredmény hely nem sok lóval kecsegtetett. A park következő lakója, Sej, két férfi házasságából született gyermek, Adi Endre lett, aki Góg és Magók fia volt. De csodafigurákból sem volt hiány az eklézsia. Egy szöges hordóban ugyanis megérkezett maga Szent Gellért püspök is. Gellért püspök a borívós számával kákráztatta el a közönséget. A Jurisics Park messze földön nagy hírnéket szert. Jöttek is a turisták, mindenféle népek, mindenféle országokból. Meg még egy kicsivel távolabbról is, hely, akkorára nőtt a park híre. Hát azóta van, hogy a magyar, bár várakból igen szart, de szarból bármilyen várat neki rétíteni. És azóta tudják a magyar, hogy jobb ma egy jó ötlet, mint holnap 100 tyúknyak.